A hírekben azt mondják, Magyarország lett Európa egyik legbringásabb nemzete, egyre nő a biciklivel közlekedők aránya, és minden napra jut egy bringa útátadó. De mi a helyzet a valóságban? A biciklisbarát, élhető városokról szóló álmainknak csak egy töredéke vált valóra 2014-ben, mégis csomó olyan fejlesztésre került sor, amelyekért éveken át dolgozott a kerékpáros klub. Így jöhetett létre Budapesten a MOL-Bubi rendszer, amivel együtt megindult az utak bringázhatóbbá tétele is. A mi segítségünk nélkül nem épülhettek volna ki a fővárosi pályaudvarok bringa parkolói, nem folytatódott volna az Andrássy út fejlesztése, és Budapest külső kerületeiben sem nőtt volna ki több száz tároló a földből. Nem lennének átjárhatóak egyirányú utcák, és új bicikliutak vagy sávok sem létesülhettek volna. Megépült Debrecen első jól járható bringasávja. Szegeden folytatódtak a tárolóépítések, és a belváros egy újabb része vált biztonságosabbá. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával szervezett Bringázza munkába kampányunk a holland nagykövet csatlakozásával nemzetközivé vált, és összesen több mint 10 000-en vettek benne részt tavaly. A kampányok alatt megdőlt a bringás reggelik rekordja is, az ország majdnem 40 pontján várták aktivistáink a munkába tekerőket. Együtt közlekedünk kampányunk köztereken, tévékben, rádiókban hirdette az egymásra figyelést. Közösségi oldalakon és a médiában a korábbiaknál is nagyobb lett az elérésünk. Már a kerékpáros klub megkerülhetetlen szereplővé vált a közéletben. Azonban továbbra sem dőlhetünk hátra. Ha nem harcolnánk az érdekeitekért, a fejlesztések könnyen fennakadhatnának rövidlátó politikusokon vagy bürokratikus hivatalokon. Ezért juttattunk el több száz önkormányzathoz egy fejlesztési lehetőségekről szóló kiadványt, és ezért szerveztünk 4 városban biciklis felvonulást az őszi választások előtt. Ezért rendeztünk országos konferenciát, és ezért tiltakoztunk a BKK szakmaiságának tönkretétele ellen is. A további fejlődés a mindennap bringával közlekedőktől és az általuk működtetett kerékpáros klubtól függ. A ti támogatásotoktól lesznek bringázhatóbbak településeink, kényelmesebbek a hétköznapok és kellemesebbek a hétvégi tekerések. A kerékpáros klub erejét a közössége adja. Működésünk legfőbb pillére azon sok ezer ember támogatása, akik fontosnak tartják a biciklisügy képviseletét. A közösség ereje csodákra képes. A bringás fejlődés csak veletek együtt folytatódhat. Kérjük, támogassátok adótok 1%-ával a Magyar Kerékpáros Klubot, hogy tovább dolgozhassunk értetek!